Köszöntök mindenkit, én Ulla vagyok is, ez pedig itt a Tropico! És megpróbáljuk talán a lehetetlent, nem azt, hogy visszaverjük a lázadókat, hanem megpróbáljuk azt a nukleáris programot kikutatni rendesen. Az előzőekben láthattuk, hogy hogyan buktam el azt az egész kampányt, és most újra töltöttem ezt a küldetést. Megpróbálom nem a legelejétől kezdeni, álljunk meg az idővel, hanem egyből a betöltéstől, és megpróbálok a lehető legtöbb kutatási pontot összeszedni. Talán megfelelő mennyiségű tudós tudok majd kitermelni, de meglátjuk, hogy miről lesz konkrétan szó. Na most, hogy tudjuk fejleszteni így ezt a kutatást, mindenféleképpen obszervatórium a kármádiáját kell letelepítenem valahoval ide, így a térségbe. És én azt mondom, hogy ezt az új világot itt a templom mögött kicsit fel fogjuk fejleszteni. Igen. Mondjuk, hogy ide lerakunk egyet, aztán még egy obszervatóriumot, és még egy obszervatóriumot. Ez lesz az első lépésünk, amit szeretnék így elkezdeni. Ugye mindenféleképpen az olaj exportálását is figyelembe kell venni, kicsit rápörgetünk az időre, valamint az urániumnak az exportálását sem szabad elfelejtenünk. Ugye ezen a ponton mind olaj, mind pedig urániumnak az exportálása lehetővé válik, abban az esetben, hogy én szépen kiépülök, és ugyanazt fogom csinálni, mint az előző kampányban, csinálok ide egy ilyen laza kis kitelepülést. Mondjuk úgy, igen, még azt is tudom használni, mert azt a bányát. Szuper. Oké, itt egyenesen megyünk tovább, az olajmezők mellett, egészen mondjuk eddig a pontig, és itt elkanyarodva a kikötőt nagyon szépen el fogjuk készíteni. Jó. Akkor ami kell nekünk itt most is sürgősen, ezt a kettő küldetést meg kell csinálnunk, és azt vettem észre, hogy nem lesz több küldetés, hölgyeim és uraim, és hogyha nem sikerül ez idő alatt elkészítenünk, ez idő alatt a nukleáris programot kikutattunk, akkor hoppon maradtunk, és utána át kell gondolnom konkrétan az egészet, amit szeretnék csinálni. Itt ezt gyorsan felépítjük. És ugye rengeteg emberünk van, akinek nincsen munkája. Felépítünk néhány apartmant, annak érdekében, hogy itt legyen lakhely. Nagyon szépen köszönöm azokat a hozzászólásokat, amiket a játékkal kapcsolatban tettetek, és mindenféleképpen megpróbálom figyelembe venni, amennyiben ez lehetséges. Gyorsan felépítem ezt, hogy legyen parkolóház az embereknek, illetve egy épületet, hogy már az itteniek tudjanak foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Na, teamszerekre van mindenféleképpen szükség, meg építészekre is ezen a területen. Úgyhogy ezt a kettőt le is rakom ide. Így munkát tudok adni az embereknek, illetve a lakhatási körülményeket is tudom majd fejleszteni. Automatizált bányákat kívánok ide lerakni, mert van lóvé ezerre. 37 ezerünk van egyszer és kétszer. Oké. Ott már laknak emberek? Nem lakik még itt senki. Itt már laknak emberek, tehát akkor ide is át kell költözniük. Már lakik valaki, de szerintem munkanélküli. Josefina. Mit dolgozol? Unemployed! És itt van, érted? Mert ott kell lennie. Rengeteg embert ki kell tanítanom, és az obszervatóriumok már is elkezdik dolgozni. Remember that show where we wanted to execute whoever was responsible? Szuper, oké, kutatás. Menjünk szépen rá. Meg is állítjuk az időt. Nagyon-nagyon gyorsan kell nekem ez a nukleális nukleár program. Valamit, amit még így korábban nincsen. Demokrácia, the bill, és mi legyen a következő? 21 hónap, 21-31, airport! És ez nem kell, és ez kell még. 21-21-11. Jó, rendben. Obszervatóriumok mennyi? 70 kutatási pontot, 23 kutatási pontot, és ez is elkészült. Tudjuk a fejleszteni? Tudjuk. 25%-kal több kutatási pontot termelnek. Mindegyiknél megcsinálom, mert muszáj. Erre is mehet az 5000, és erre is mehet az 5000. Oké, obszervatóriumok működnek, mint az állat. Mennyi pontot termelsz? 88-at. Lássuk, a kutatás így már hogy áll. 6 hónap, 13 hónap. Nem kecsegtető az az igazság, de remélem, hogy tudok annyi olajat exportálni, illetve urániumot is egyben, hogy elég legyen. Na, Amerika, virítsd a lóvét! Ezerrel! Ezerrel! Remélem, hogy a szövetségeseink nem véletlenül lesznek a szövetségeseink. Nagyon szeretném, hogy ez működőképes legyen, és ugye lehető leggyorsabban ki tudjam gazdálkodni. Nem fogok annyit pepecselni az iparral, nem fogok annyit pepecselni a gazdaság kiépítésével. Megpróbálok minden pénzt arra fektetni, abba fektetni, hogy obszervatóriumokat tudjak készíteni, valamint a főiskolámat, hol a főiskolám? Itt a főiskolám, ebből le fogok tenni majd még egyet. 10 ember tanul már ott, ez nagyon-nagyon jó. 50 research pontot termelünk, itt van, oké. Jó, szépen kérjünk két embert,
ide is kérjünk akkor szépen két embert. Elég drágák kezdenek lenni, és itt tele vagyunk. Ide még rakhatunk obszervatóriumokat, egészen jól keresnek ezek az emberkék, az az igazság. 28 ezerünk van, és csak ezzel a ponttal fogunk itt foglalkozni. Az olaj kitermelésre... teljesen mindegy, hogy mit fogok csinálni. Nem. Ingyenes olajkút. Ez kell. Ez mindenféleképpen kell. Így, oda mehet. Ez gyorsan fel is építik. Rebels are attacking. Nagyon jó. És tudok változtatni cél... Constitution. Police Disco a special citizen much such a rebel faster. Az vízben gakkod, igen, media higher budget. Jó, akkor mi legyen? Legyen ez! Reduce Liberty! Cost less, police disco, special... Igen. Szuper! Szerintem mindent beállítottam, amit be kívántam állítani. Na most, ezt egy kicsit fejlesztem itt ezt az outpostot, mert szeretném az 56%-ot feljebb tornázni. Úgyhogy az embereknek ide le fogok rakni szépen egy church-öt. Take me to church! Valamint supermarketet még nem, de egy grocery-t problémamentesen lerakhatok, ugye? Így van, egy grocery-t. És lerakok mondjuk ide egy... Tropical spiders, Presidente! We have a crisis, and we have to act fast! Na, mi történt? A lázadók nagyon lázadoznak? Újabb támadás? De szerencsére nem lett baj. Presidente! My career is a win. Na, mi történik? Tornádó! Éjjel! Miért is ne? De legalább az egyetemen nem lett semmi baja. Lássuk, hogy mit kell eltakarítanom. House. Itt elég sokan laknak, az az igazság. 10/10, itt is tele vagyunk, központba. Ez milyen épület? Meg fogunk mindent csinálni, azt hiszem, hogy pont most ért be hajunk. Igen. A lázadókat visszavertük. Oké. Okay. Jó, mindent újraépítünk. És remélem, hogy az iskolák a lehető leggyorsabban fogják majd képezni az emberkéimet. Ide raktunk még iskolát? Azt hiszem. Nincsen alapanyag a fűrészmalomba, ezt mi szépen orvosolni fogjuk. Méghozzá lerakunk ide gyorsan egy logging campet. Mondjuk úgy oda. Srácok, húzzátok fel. Nem fogok túl sok pénzt arra áldozni, hogy így felhúzzam instant az épületeket, amiket kell, azokat felhúzok 10/10, 10/10, kell még ház. Kell még apartman. Egyszer, kétszer. És ide szépen húzom még egy utat. Valamint, hogyha lesz elég lóvém, akkor mindenféleképpen szeretném majd azt az atomerőművet kicsit... azt az atomerőművet kicsit kiépíteni. Igen, nincsen munkás? Hát mely lenne, tudod? Mely lenne itt munkás? Azt mindjárt felépítjük. 18 ezerünk van, várunk egy picikét. Van már, amit kitudunk? Nincsen, semmi nincsen. Trade. 2/3, lássuk, hogy szivarokat... Ez nagyon jó. Szivarra adok... Ja nem. El is csesztem? El is rontottam? Remove ship? Oké. Okay. Nem, akkor add ship, Joanna, Defiant. Már van egy Defiant. Így van. Lássuk, hogy miket tudok még... Nem, tej, nem. Koka, nem. Natural gas. Hát, uránium. A sanyarai még... Arany. Aranya nem foglalkozom, most úgy döntöttem. Mik vannak még? Acél. Acélon kapnánk pár százat, de az annyira nem számottevő. Szivár és kocsikat tudnánk eladni Oroszországnak, de nem nagyon fogunk. Oké, olajat sikerült exportálnunk, urániumot szintén. Ott még mindig nincs ember. Szuper! Akkor azt mondja, 9 hónap múlva meg is lesz a következő kutatás, és rá tudok állni a nukleáris programra. Szuper! Szuper, 52. Szerintem csinálok még ide. Mit szóltok hozzá? Örülni fognak? 65%-os elégedettséggel nem vagyok annyira a békaság alatt, de lássuk, hogy mi kell az elégedettséghez. Kaja, az nincs. Egészségügy is romokban. Akkor mit szóltok, hogyha csinálnánk egy ilyen laza...
Nem klinikát, kórházat! Az lesz a töké. Kórházat a népnek. Orvosoljuk az emberek problémáit. Mondjuk úgy ide a földek mellé. Kórház, ahol én. Hogy? Így, összekötjük. Nagyon sok munkanélkülünk van még szerintem. Unemployed 129. Jó, el is mehetnek tropikóral egyébként, hogy nem tetszik nekik a meló vagy a rendszer. Oké, azt is felépítették. 1/10. Mi a minősége? 63, ennek pedig 63, 64, 64. Minden inkább központban van, annál jobban változik. 0/150. Lehet, hogy itt egy kicsit rakok le földeket. Mit szóltok hozzá? Pár munkást itt beszerzek ezen területen is. És a mezőgazdaságot, hogyha egy kicsit változtattunk. Ananász, nem, cukor. Az nem lenne rossz. Tobakó, arra se lenne rossz. Kávé, koka. Ide egy ilyen koka farmot. Olyan még úgy sem nagyon van. Valamint ide rakok le még egyet, még egy palántázót. Banán. Banán, az jó lesz. És lehet, hogy rakok le egyet, ami corn lesz. De rosszul tervelünk itt a kukoricát, hallod-e? Egészen pocsékul. De akkor nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem egy rancsot rakunk le. Méghozzá kettőt fogunk itt tenyészteni. Még egy rancsot. Az pedig úgy ide. És ide rakunk le okosan egy parkolót. Mondjuk ugyanak. És az emberek tudnak majd szépen ide utazni, és itt az épületek még nincsenek telítve. 0/150. Aha, 149/150, jól van. Kell egy szupermarket. Kell egy szupermarket is. Azt mondja, hogy itt van a szupermarket, és a szupermarketet lerakom ide a kórház mellé, mert annyira jól néz ki itt. Kórház, ezt építsétek fel mindenféleképpen gyorsan. És amit még csináltam az előző alkalommal, az pedig a börtön. Super Max Prison. Ez nagyon-nagyon jó lesz, és azt hiszem ki tudunk adni rendeletet, hogy rögtön bepakolják a börtönbe ezeket a rossz fiúkat. Ide tudunk utat? Tudunk, hát tudunk bizony. Super maximális börtönt a népnek. Rakunk oda még egy házikót, vagy kettőt. Egyszer, kétszer, jó. Pörögjünk fel, pörögjünk. 71 hónap van a nukleáris program végéig, ami eléggé kevés. Az igazat megvalva, nem vagyok nagyon megnyugodva. Viszont, azt hiszem, hogy a szórakozás az... Wow! Kicsit félrekattintottam. Akkor a szórakozás 30-as. Aha. Lerakunk akkor néhány épületet. Restaurant. Talán. Vagy talán egy kabaret. Kaszinó. Hát, vagy kettő restaurantot lerakunk ide. Egyszer. Másikat meg lerakjuk mondjuk így ide, ebbe a... Nem, oda ide egy kocsmát. Egy kocsmát, ide. Jó. Na pörögjünk. Hogy állunk a kutatással? 2 hónap múlva meg is leszünk. Oké, gyerünk. Szedjük összefele magunkat, és építsünk meg mindent, amit csak tudunk. Téged úgy letartóztatnálak, haver, látom, hogy lázadó vagy. Nagyon sok lázadó van, még így is. Mínuszba jöttünk pénz alapján. De nincsen probléma, mert mindjárt megvan a kutatás. Egy hónap, aztán nukleáris energiát. Oké. Szuper. Jó. Jöhet a nukleáris program. 19 hónap alatt annyira rendbe kell szednünk magunkat, hölgyeim és uraim, hogy jó legyen minden. 3-2000, itt nem árultunk túl sokat, 12000. Az iparra egy kicsit azért ráfeküdhetünk, hogy ne csak úgy lógassuk a lábunkat. Itt mi nincs? Miért nem működik? Itt is eléggé kevesen vagyunk, 13/15, 10/15. Az iskolázottságon a rengeteg migráns miatt nem igazán állunk valami jól. Valami szuperül. Viszont ezek a rancsok egészen jól termelnek, nem? Nem termelnek jól. 2000. 30000, vasból van sok. Van még egy kis.
egy kis szenünk. Ott is van egy rebel. Építi megfele. Jó. A szuper biztonságos börtönünket. Hogy állunk emberek terén? Unemployed 99 és... Hát 45 hajléktalan van. Nem baj, felépítjük még ezt a kettőt, egyre kevesebb lehet. És a gyors mentés! Az mindenféleképpen jól jön. Középiskolai végzettségű embereink nem nagyon vannak, azt kell megállapítsak. Úgyhogy ezen változtatnunk kell mindenféleképpen. Ide egy középiskola, jó lesz? Nem, az oktatásnál van. High School Musical nélkül. Így. Fordítva raktam le minden iskolát? Nem pont, hogy jól raktam le, mi? Ja, két bejárata van, jól van. Szerintem itt pont fordítva raktam le. Kettő munkásunk megérkezett. Azt is ott felépítsük. Na, térjünk ide vissza a kitelepülésünkre. Itt 150 per 150 nem vannak, 192 per 200. Itt mennyien vagyunk? 0 per 300. Tudjuk fejleszteni. Egy kis profitot kapunk, az jöhet. Kórházunk pedig, hogy áll? Tele van. Maximum 50%-kal nő, még 100 embert tudjunk ellátni. Csinálom majd egy másik kórházat mindenféleképpen. Viszont erre a kis területre szerintem klinika az bőven elég lenne. Ez a kis falunk lesz, ez teljesen jó lesz. És majdnem ugyanazokat csinálom, mint az előző részben, úgyhogy mocskosul izgalmas lehet. De a győzelemért játszunk. Most a győzelemért. 9 hónap múlva meglátjuk, hogy hanyarikán van elsője. Addig is pörgetjük az időt. Itt, ez kicsoda? Unemployed. Jönnek ide azok az emberek, akik nincsenek foglalkoztatva, akik nincsen munkájuk, és mindenki lázadó lesz, az annyira bosszantó. És az is bosszantó, hogy a Teamsterek nem dolgoznak eléggé hatékonyan, oda is egy Teamster Office. És szerintem ide is jöhetne egy Teamster Office, nem? Nem, itt egészen jól tartják. Egészen jól kezeljük. Cukor, dohány, ananász, steel mill. Nagyon nagy profitot termel nekünk ez a steel mill. Oh! Ez is jó profitot termel, 114 ezer. 36 ezerünk van most így hirtelen. Oké, növeljük. Az a baj, hogy a gyári munkások bele fognak menni, aztán mindenki ilyen őr lesz. Lássuk, ki tudunk adni egy olyan rendeletet, ami letartóztatja ezeket? Provokálni a rebelleket. Secret police. Aha! Jöhet! Jöhet a titkos rendőrség. Valamint fejlesszük automatically arrest crime lords and rebel. Nagyon jó. Ez is jó. Hát még egy kis pénzt is termel így a super maximum prisonom. Mennyien vagyunk itt? Egyetlen egy diák sincsen. De gyerekek, itt van a gyár. Itt van a gyár. Giant tropical spiders, presidente. We have a crisis. Aha. Jöhetnek a lázadók. Kilóra megesszük őket. Már csak ember kellene, aki szépen ide belemegy. És egyre többen és többen vagyunk. Munkahelyek azok vannak. Növeljük a büdzsét. Vagy növeljük a minőségét a munkának. Mondjuk úgy ennyivel. Igaz, hogy már az utolsó filléreinket költjük. Hopp és egyből, hogy belógottak. Nukleáris program ki van kutatva. Állj! Sir, the USS Battleship nuclear program in 24 mond, oké. Jó, építkezünk akkor. Nuclear power plant, nem tudjuk megcsinálni. Hol van a nuklár? Itt van nuclear program. Jó, takarékoskodunk. Oké, pörgessük rá az időt. Kutatni is kutathatunk. Bár mondjuk az annyira nem lesz számottevő, space program, aircraft carrier, az pedig már a modern idők. Hát legyen mondjuk egy ilyen, meg mi nincsen még. Azt hiszem minden van. Oké, kutassatok. És lehet, hogy az observatóriumokat be kellene zárni, mert elég sok pénzt elnyelnek. 23, 26, mennyien vagyunk, sem ennyit van, 9000 még. Itt mennyien vagyunk, hát nem igazán van profitunk, de pénzünk az most van. Pénzünk az most lett.
220 energia? Na lássuk, hogy állunk. Van... tudjuk fejleszteni? Job quality... Szerintem muszáj lesz megépítenünk. Totál. 140 energia van, ami elérhető. És akkor én azt mondom, hogy egy nukleáris erőművet csináljunk. 23 000. Ez pedig 11 000. 23 000. Itt pedig 27 000. Következő hónapnál lesz szerintem az, hogy le tudjuk rakni. Oda ezt szépen lepakoljuk, valamint mellé egy ilyen parkolót. A parkolót instant felrántjuk. Ezt pedig a legnagyobb prioritásra szépen beállítjuk. Megvárjuk, hogy ide érjenek az építészeink, és ezt manuálisan felhúzzák, mert anyagilag nem állunk annyira jó helyzetben, hogy mi most így csak itt dobálózhassunk ezekkel a számokkal. De szerintem hamar fel fogják húzni, mert van, ha jól emlékszem, 3 építési irodán. Ha minden igaz. Ott van az első építészem, aki már jön és kalapálja azokat a gerendákat. 0%-nál tartunk. Mik ezek az emberek? Ki vagy? Ja, te is építész vagy, csak más a munkaruhád. Jól van, oké. Pörögjünk akkor. Húzzátok felfele, 20%-nál van. Nagyon szuper. Ez nagyon jó ez a hely, le tudnak ide parkolni. Ezt nagyon szeretem. Szeressük az ilyet. És mínusz sokba vagyunk, az az igazság, és be is zárom ezeket az obszervatóriumokat. Malis. Egyet hagyok, Malis. Következő játék alkalom, ahogyha visszaküld ide, erre a pályára, akkor lehet, hogy pontosan hasznos lesz, hogy van még plusz egy obszervatóriumon. 76%-nál tartunk, és még van 41 hónapunk. Szerintem simán meg lesz. Ezt megvárjuk. Ezt meg fogjuk most már várni, ezt a küldetést. Erre szükségünk lesz. Gyerünk, srácok, 81%. Pakoljátok ide ezeket a kis kockákat, ezeket a szinteket. Hopp, és meg is jelent a nukleáris erőművünk. És ha jól emlékszem, bezártam 2 obszervatóriumot. Tehát 8 felsőfokú végzettsége rendelkező ember mehet most el gyári munkásnak, és gondolkozhatok azon, hogy most már miből lesz pénzem. Aha, ez meg a másik vonal, itt van 17 000, mínusz 7 000-ben vagyunk. Ott jön a hajó, itt jön a hajó? Nem jön a hajó. És még a rebellek is megtámadnak minket. Presidente, Tropicans await elections next year. Még szép! Én leszek az, aki a választásokat megnyeri. Örülök, hogy központba támadják meg ezeket az építményeket, bár nem tudom, hogy ezeknek a munkanélküli parasztoknak. Miért a parasztokat kell megtámadni? Ennél nagyobb baromságot el nem tudok képzelni, mert technikailag mi történik? A munkanélküliek a csóró fizikai munkát végzőket ostromolják folyamatosan. Miért? Ezt nem bírom felfogni. Hogy miért? Miért jó nekik az, amikor ugyanolyan nyomorult helyzetbe levő embereket megpróbálnak kizsákmányolni, vagy így, nem tudom. Magyarázzátok el. Mondjátok el, adjátok a tuti tippet, ez miért jó nekik. És én pedig rakom a nukleáris programot, és fel fogjuk ezt is építeni a legmagasabb prioritási szinten. Hú, meg lesz 34 hónap alatt, hogyha a kutya kutyát teszik, és fel fogjuk húzni ezt a nukleáris programot. Mínuszba megyünk pénzterén, ami nem igazán fog engem most már úgy érdekelni. Az az igazság, bum, mínuszba is jöttünk. Itt van most 16 000, itt van 6 000. Mikor fog érkezni a hajó? Talán most. Kicsit megbontja az orrával ezt a sziklát, de nem lesz probléma. Hogy elfele mész? Nem tudom. Itt van egy kis védelmi hajónk, de azt már láttuk, és nem mennek az emberek, börtönőrnek. Pedig hiába emeltem fel. Nem mennek az emberek. Katonák mehetnek át esetleg? Nem tudom, itt van egy nyugdíjas néni? Aki még katonaként dolgozik? Adjam meg, de aranyos! Biztos ott van a könyvelésnél, vagy valami ilyesminél. 47%-on áll a nukleáris programunk, ez már meg lesz. És egyébként ennyi múlik. 3 obszervatórium adta a tudásának a maximumát, ahhoz, hogy ezt a küldetést szintén végig tudjuk vinni, és szerintem az űrbe kilőtt rakéta lesz az első számú lépés a modern időbe vezető úthoz. Ugyanis alig várom, hogy hidroponikus farmokat építsek, és a lehető legkisebb zónában lefedjem azt a területet, ahol jó minőségű növényeket lehet termeszteni. 80%-nál tartunk. És megjelent az az űrsiló. Plusz a kommunikációs épülettel, és plusz bejöttünk ki pénzben, nem olyan rossz a mi gazdaságunk. És meg tudjuk nyerni, mert 73%-a a populációnak elégedett velünk.
73%-ánál természetesen jobban. És vannak ugye abszolút elégtelenek, akik azt mondják, hogy ez a munkanélküli lázadó legyen az, aki vezeti a kolóniánkat. 74% tisztán meg is nyertünk, csalnunk sem kellett, és abszolút jól jósoltak erre a 864 emberre. 91%. A Vehicle Factory is készen van, készen áll, rendelkezésünkre bocsátotta a tudomány. 95%. És you did it, Presidente. Megcsináltuk. The world are grateful for your leadership, having prevented a war and all that. Plus, we now have a great big shiny nuclear missile. Ez az! Most már lehetőségünk van a világot atommal megsorozni, megszórni. Oké. Name your dynast, ez nagyon jó lesz. Az Uro dinasztia, ez nem tudom, hogy miért kellett. Confirm. Lássuk, hogy mi lesz a következő, egy aprócska ízelítőt még a következő részéből a játéknak szeretnék megmutatni. Day Zero. Export uranium while dealing with numerous problems. Rendben, mind a kettő helyen van lehetőségünk játszani, mint Baobao szigetén, mint pedig a Keio de Fortuna szigetén. Elindítom a játékot, és szerintem Fortunán menjünk tovább, mert az ipart rendbe kell tenni. Leon is alive! Of course my old friend didn't perish, but simply faked his own death to thwart his enemies. Ha! Exactly what I would have done in his place. My mentor's return was not incidental. The world is changing. It is a time of social turmoil. A time of rising concerns about pollution, fossil fuels and nuclear power. A new energy crisis is looming. And Leon has returned to offer the solution. Greetings, old friend. I faked my death to throw our enemies off track, but wow. I can stay in the shadows no longer. I have come back from the dead to help the world in its time of need. Aha. Okay. Akkor arra azért kíváncsi vagyok. Ki vagy, Leon? Na minden, mert foglalkozunk itt az emberekkel egy kicsit később. Ugyanitt vagyunk a szigetünkön, és meg kell néznem, hogy mennyi urániumot, ez arany, mennyi urániumunk van. Itt van, azt mondja, hogy 21 ezer, itt van 18 ezer, ez pedig már bauxit. Ez mivel megy? Uránium inputtal megy. Ezt szerintem fel fogjuk fejleszteni. Nem fogjuk felfejleszteni, be fogjuk zárni a nukleáris erőművet azért, hogy urániumot ne szipolyozzunk ki belőlünk. Ez a küldetés egyszerűnek ígérkezik, hogyha minden igaz, de hát, hogy milyen lesz, az természetesen a következő részből kiderül. Én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!